A koronavírus járvány elleni küzdelem és a világjárvány társadalmi gazdasági hatásai miatt szükséges nemzetközi együttműködés a fő témája a szombat-vasárnapi G20 csúcsnak. Az eredetileg riádi csúcs találkozót a járvány miatt a virtuális térben tartják. Angela Merkel német kancellár azt mondta, hogy a cél 2 milliárd adag vakcina szétosztása 2021 végéig. Erre 5 milliárd dollárt kellene fordítani, amihez Németország több mint 500 millió euróval járul hozzá. A világjárvány megállítása érdekében a vakcinának minden ország számára hozzáférhetőnek kell lennie. Az eddig beígért források ehhez nem elegendők, ezért Merkel azt kérte, hogy minden résztvevő támogassa a kezdeményezést. Emmanuel Macron francia elnök a járvány ellen leginkább védtelen országokról ejtett szót. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy minden erőfeszítés, amely arra irányul, hogy elérhetővé váljon a vakcina ezekben az országokban, hasztalan, ha csak nem szélesítjük, illetve építjük újjá az elsődleges egészségügyi védelmi rendszerüket, mondta Macron. A G20 csúcson az Európai Unió Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke képviseli.